Lucasfilm 5 év kihagyás után folytatja a rajongók egyik kedvenc szériáját, a Klónok háborúját. Mi pedig összeszedtük, mit látnánk szívesen az új évadban. Július 20-ára sok Star Wars rajongó fog mostantól piros betűs ünnepként emlékezni, hiszen a Comic-Conon egy nagyon vagány meglepetéssel készültek a Lucasfilmnél a Star Wars a Klónok háborúja bemutatásának 10. évfordulóját ünneplő összejövetelen. A rendezvény végén a fények kihúnytak, a terem pedig megtelt feszültséggel. Felcsendült Rex százados hangja, majd megjelent egy hashtag, Clone Wars Saved. A tömeg kitörő lelkesedéssel fogadta a hírt, többek szeméből könnyek potyogtak, miközben az új évad előzetesét levetítették. A 12 része tervezett 7. évad valószínűsíthetően ott veszi fel a fonalat, ahol 2014 márciusában hagyták, és a Disney hamarosan debütáló streaming szolgáltatásán fog bemutatkozni. Az Emmy-díjjal is kitüntetett sorozat rajongói az ünneplés mellett most a találgatásokkal vannak elfoglalva. Vajon mi vár ránk ebben az évadban? Sok minden maradt lezárás nélkül ebben a messzi-messzi galaxisban, úgyhogy engedjétek meg nekünk, hogy összegyűjtsünk közülük párat, aminek jó lenne pontot tenni a végére. A 4. évad lezárásának egyik felejthetetlen pillanata volt, amikor Ahsoka hátat fordított Anakin Skywalkernek és a Jedi rendnek. A rajongók azóta sem kaptak feloldozást, pedig nagyon sokan szerették volna látni, ahogy a két karakter ismét találkozik. Persze a Star Wars lázadók és az Ahsoka című könyv alapján pontosan tudjuk, hogy mi történt, de közvetlenül még sem a kisképernyőn, sem a könyvekben nem érintették ezt az eseményt. Amikor Ahsoka a Star Wars lázadók 2. évadának végén szembe kerül Vaderrel, érezni lehet, mennyire összetört a szíve. Úgyhogy ide betölteni az első búcsú és az eme pillanat között átongó űrt, mert így még Anakin Skywalker tragédiája is átérezhetőbbé válik. Amikor Cad Bane először megjelent a szériában, méghozzá az első évad utolsó részében, a fejvadászok egyből sokkal menőbbé váltak. Az egyik soha el nem készült epizódban azt is láthattuk volna, ahogy ő és Boba Fett összefognak, és végül egymás ellen fordulnak, aminek következtében Fett sisakjára felkerült volna a jól ismert horpadás. Sosem tudtuk meg, mi lett Cad Bane, a durói fejvadász sorsa, szóval jó lenne látni, hogy túlélte az összecsapást, és így még elbánhat néhány ellenféllel. Azzal, hogy Maul karakterét felélesztették a Klónok háborújára, az egykori Sith figurája új értelmet és küldetést kapott, így végre már nem csak egy ördögi kinézetű hallgatag Sithként emlegethették a rajongók. Azt már tudjuk, hogy testvérével közösen átvette az irányítást Mandalore felett, majd ezt követően létrehozta a saját bűnszervezetét, az Árnyék kollektívát. Ezen felül a Solo egy Star Wars történetnek áll, azt is tudjuk, hogy végül a Vörös Hajnal nevű bűnszövetkezet vezére lett. Azonban rengeteg felderítetlen terület van még itt. Hogyan alakult meg a Vörös Hajnal? Hogyan találkozott Dryden Vosszal? Hogy kötött ki végül a klónháborúk után a Melakóron? Szóval, ha ebbe egy kicsit jobban belemásznának a Klónok háborúja új évadában, sok érdekes kapcsolatot alakíthatnának ki a készítők, például a Szólóval is, és ha már szóba került Maul. A széria egyik legérdekesebb történetszála az volt, amikor Maul egy cselhez folyamodva átvette az irányítást az Almec miniszterelnök alá tartozó Mandalore felett. Azt ugyanakkor soha nem tudtuk meg, hogy végül a birodalom hogyan szerezte meg az irányítást a bolygó felett, de az Ahsoka című könyvből azért kiderül, hogy Rex és Ahsoka egy csapat klónnal indult Maul legyőzésére, és megpróbálták visszaadni a hatalmat a mandalóriaknak, de időközben Palpatine kiadta a 66-os parancsot, és minden káoszba fulladt. Ahsokának lehetősége lett volna végezni a Maullal, de ő helyette inkább Rexet mentette meg. A történetet tehát ismerjük, de még soha nem láthattuk, mindez hogyan esett meg. Mesés lenne mindezt átélni, és mivel Filoni nagy rajongója a mandalóriai kultúrának, nem lepődnénk meg rajta, ha a sorozat érinteni is ezt az esemény sorozatot. Ezen felül nagyszerű lenne, ha a Klónok háborújában is átélhetnénk azt a pillanatot, amikor a 66-os parancs életbe lép. Mivel a Star Wars vizuálisan mindig is erős volt, a rajongók joggal várhatják el a készítőktől, hogy a regényekben már megénekelt fontosabb eseményeket mozgóképpen is megmutassák a világnak. Mi ezeket a történeteket látnánk szívesen a Klónok háborúja folytatásában. Ti mit vártok a sorozat 7. évadától? Írjátok meg komment formájában, és ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel ránk. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!